Vereséggel kezdte az MB2-es bajnokság 2023-24-es idényét a Kanizsa KK férfi kosárlabda csapata. Az előző szezonban bronzérmet szerző Délzalai Gárda szoros küzdelemben 86-81-re maradt alul a Kozár Mislennyel szemben. Jobban kezdték a hazaiak a mérkőzést, és az első percekben öt pontos előnyt is sikerült kialakítani a Lovkó tanítványainak. A, a Misleny az első negyed második felére vette át a játék irányítását, és a vendégcsapat 10 perc után 3 ponttal, fél időben pedig 4 egységgel állt jobban. A különbség a negyedik játék részben már két számjegyű volt a Kozár lenyek javára, innen jött vissza a Kanizsa a meccsbe. Filák Tamásék a negyedben a vezetést is visszavették, a meccs hajráját azonban az ellenfél jobban bírta, és 5 pontos győzelmet aratott a Kanizsa arénában. Lovkócsab a vezetőedző szerint a vereség még időben jött, és mindent megtesznek azért, hogy a következő fordulókban javítsanak. Mostantól kezdve mindig nyerni akarunk, tehát akárhova megyünk, akárkit fogadunk, nyerni szeretnénk. Erre most lesz egy jó alkalmunk, ismét egy nagyon jó csapattal sorsoltak össze bennünket a Hepkupában a nagyköröse. Azon azt a meccset egy edzőmecsnek fogjuk fel, és megpróbálunk ott még jobban összecsiszolódni. A kanizsakáká legutóbb 2022. áprilisában szenvedett vereséget hazai pályán rendes játékidőben. Az ellenfél akkor is a is volt. A két kulcsemberüket is nélkülöző kanizsaiaknál koma Dániel 27, kiskornél 26 pontot dobott. A túloldalon ezt Bíró Levente 34, Fehér Benyámin és Séra 10-10 ponttal egyensúlyozta. A vendégek vezetőedzője szerint nagy fegyvertény, hogy az előző idény bronzérmese felett aratott győzelmükkel idén a dobogóért is harcolhatnak. Tóth József úgy látta döntőnek bizonyult, hogy amikor hibáztak, akkor sem engedték a hazaiak dominanciáját. Nem tudtuk azt játszani, amit szeretnénk. Mi egy gyors kosárlabdát szeretnénk játszani, magasságban hátrányban vagyunk azért sok csapattal szemben, de nem tudtuk azt játszani, ami a játékunk lett volna, de igen, igen, tehát kitartott az előnyünk. A végén már azért a hazai csapat vezetett, de szívünk azért helyén volt. Az MB2-ben a Kanizsa KK októberben lép legközelebb pályára, akkor a Soprani Tigrisek látogatnak az arénába, majd november 10-én a CVS-e vulkánfürdő ellen vív rangodót a Dél-Zalai Gárda.